utoljára szólalt meg a csengő a két ballagó osztály tiszteletére a Balatonalmádi gimnáziumban, a tanév egyik legszebb ünnepén. Keszei János a település polgármestere köszöntötte a diákokat. Beszédében utazás előtti pillanathoz hasonlította a ballagást, amikor egyesek még bizonytalanok, hogy mit csomagoljanak és merre induljanak, míg mások már alig várják, hogy indulhassanak. Kiemelte az iskola szerepét a település várossá válásában, és megköszönte az iskola vezetőinek és tanárainak áldozatos munkáját. A 12. évfolyamos tanulók és a ballagok osztályfőnökeinek búcsú gondolatait követően elismeréseket adtak át a tanulmányukban legkiemelkedőbb diákoknak, Vice Anna Máriának, Vágó Ildikónak és Hári Szabolcsnak. A ballagok ilyenkor nosztalgiával gondolnak vissza az elmúlt évekre, a tudásra és a tapasztalatokra, melyet az intézményben szereztek, mondták a búcsúzó diákok. Egyrészt mindenkinek az volt a célja, hogy nyelveket tanuljunk, ez volt a szüleinknek is a célja. Ezáltal ezt találtuk a legcélszerűbbnek, ezt az iskolát, és úgy érzem, ezt meg is kaptuk mindet, ugyanis két nyelvvizsgával lépünk ki majd az ajtókon. Úgyhogy mindent megkaptunk, amit szerettünk volna. Az intézmény által alapított Patrik díjat kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért idén Tóth Beáta kapta, akinek konkrét elképzelései vannak a jövőjéről. Először is egy sikeres érettségi vizsgát szeretnék tenni, ezek után pedig az ELTE pszichológia szakára készülök, és pszichológus szeretnék lenni, reklámpszichológus. Az intézmény diákjai olyan ismeretekkel gazdagodtak, melyek birtokában az élet bármely területén elboldogulnak majd. A végzősök mindegyike folytatni kívánja tanulmányait, akad közöttük olyan is, aki külföldön szeretne majd karriert építeni.